Nyírtelek az elmúlt években úgy adta be különböző pályázatait, hogy azok egymáshoz kapcsolódjanak. Az önkormányzatnak fontos szempont volt az is, hogy ezek az ott élők mindennapjait és komfortérzetét javítsák. Így került sor az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, amelyből már csak az orvosi rendelő szorul felújításra. Nyírtelek 3 óvodával rendelkezik. A Belegrádi és Petőfi utcai intézményt 2015-ben felújították, most pedig a központi Iskola utcai óvoda felújítására nyertek 270 millió forintot. 2015-ben beadtunk egy pályázatot, illetve már akkor kivitelezés is megtörtént. Az idősek otthonát újítottuk fel, illetve új szárnyat építettünk. 36 férőhelyről 46-ra bővítettük ezt az épületet, és már akkor elkezdtük tervezgetni, hogy mi lenne, hogyha valamilyen energetikai pályázatban ezt majd egy kicsit nem csak hogy élhetőbbé, de olcsóbbá is tudnánk tenni ennek a fenntartását. Erre volt egy topos pályázat, egy energetikai pályázat, amit szintén sikerült megnyerni, és közel 35 millió forint értékben fog közel 200 napelem az intézmény tetejére felkerülni, amit már akkor úgy terveztünk, hogy ne csak az intézmény, hanem az intézmény konyhája is elektromos berendezésekkel van ellátva, tehát igyekszünk a rezsit mindenképpen csökkenteni. A futballpálya felújítása is időszerű. Erre 132 millió forintos pályázatot nyújtottak be, amelyből a Sportcentrum klubhelyez épül jövőre a pályán. Nyírtelek az előző évi költségvetésből megvásárolta a megyeszerte ismert Vigadó épületének is egy részét. Erre az épületre, illetve az azt övező területre adunk be egy pályázatot, illetve adtunk be egy pályázatot. Ez egy zöld város névre hallgató pályázat, ami közel ilyen 320 millió forint értékben újítaná ezt a területet, illetve ezt az épületet meg, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, mert a Dezsőfiek építették 1884-ben, és a város kulturális életének nagy része itt zajlik, illetve a hagyományok és a történetünket is igyekszünk ezáltal megóvni. A település beadott egy pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az utak felújítása érdekében. A pályázat minden formai követelménynek megfelelt, jelenleg elbírálás alatt van. A város büszkesége az Anna Napi Vigasság, ami évekre visszanyúló hagyományokkal rendelkezik. Ez nemzetközi program is, hiszen az ukrán és szlovák testvértelepülések nagykövete is részt vesznek ezen a rendezvényen. Ez kiemelt esemény a város számára, ezért jövőre is nagy hangsúlyt fektetnek majd a szervezésére.